Ön tehát a Wartburg mellett döntött, mert ez a gépkocsi az Eisenachi autógyár modern koncepciója szerint épült és aktív biztonságot nyújt, amellett gazdaságos, jól kezelhető és nagyon kényelmes. Öröme zavartalan lesz. Kocsija pedig állandóan üzemképes és hosszú élettartamú, ha szakszerűen kezeli és ápolja, és sajátosságait megérti. A vezetőlist úgy állítsuk be, hogy nyújtott karokkal vezethessük. A sebességmérő és a kilométer számláló mellett van a három mezőre osztott hőmérőskála, emellett pedig az üzemanyag szintjelző. Beinduljunk csak, hogy részletesebben bemutathassuk a gépkocsit. Az egyes sebességfokozatokban használjuk ki a szívesen pörgő Wartburg motor teljes húzóerejét, azaz jól húzassuk ki. Ezek a sebességi adatok a mindenkori sebességfokozatok optimális fordulatszám tartományának felelnek meg. Nagyon fontos a motor helyes üzemi hőfoka. A kék túl hideg, a fehér normális hőfokú, a piros túl meleg motort jelent. Menet közben is ellenőrizzük az üzemi hőfokot. Ha ez történik, még a kevésbé gyakorlott vezető se veszítse el a nyugalmát, hanem húzódjon le jobbra az út szélére, és ott megállva keresse meg a hibát. Ezt nem csak a szakértő, de kezdő is megtalálja. Három lényeges hibaforrást kell megvizsgálni, és az itt észlelt hibákat is kijavíthatjuk. Ellenőrizzük, hogy eléggé feszes-e az égszíj, és hogy elegendő hűtőfolyadék van-e a tartályban. Ügyeljünk a hűtőzsalura. Csak 0 Celsius fok alatti hőmérsékletnél, vagy igen nagy esőkor tartsuk zárva a zsalut menet közben. Az üzemanyag tartályban 44 liter keverék fér. Ha a mutató eléri a piros jelzést, még mindig van 13 liter. Ha pedig már nullára esett vissza a mutató, a tartalék üzemanyag még mindig körülbelül 30 km megtételére elegendő. Az első sebesség, a váltókat magunk felé húzzuk, majd felfelé toljuk. Ugyanebből az állásból lefelé húzva kapcsoljuk a második sebességet. A harmadikat úgy, hogy a váltókat üres állásba rúgóztatjuk, majd felfelé nyomjuk. A negyediket innen simán lefelé kapcsoljuk. A hátramenet kapcsolása a váltókart maguk felé kihúzva, majd felfelé toljuk. Az irányjelző kapcsolóval a bal és a jobb oldali villogókat működtetjük. A kapcsolókart magunk felé húzva a fénykürt működik, előre nyomva pedig a jelzőkürt szól. Tompított fény használata esetén a fénykürt kapcsolókarjával az országúti fényt villantjuk fel. És ismét egy ugrás a mindennapi gyakorlatba, amely most még ön előtt áll. A kormányzár parkálása esetén a jobb vagy baloldali parkolólámpákat kapcsolhatjuk be, ezáltal is áramot takarítunk meg. Ha azután ismét indítani akarjuk a motort, az önindítózás ideje alatt a fényszórók soha se legyenek bekapcsolva. Ezt ugyanis az akkumulátor nem szereti, különösen a hidegebb időszakban. Túl nagy lenne a feszültségesés. Így helyes.
das ist die Zusatzverstellung der Scheinwerfer. A fényszóróknál két állítási lehetőség van, teljes terhelés és két személye való terhelés esetére. Külflüssigkeit? A hűtőfolyadék az égszív feszessége rendben. Légszűrő nyári helyzetben, akkumulátor, ablaktörlő rendben, folyadéktartály tele, biztosítékok mind kifogástalanok. Ez tapasztalt vevő meg kell adni, ez azonban vele is megtörténhet. De ő már is tud segíteni magán. Ha jók a biztosítékok, akkor csak is a Bilux izzó lehet hibás. Helyes. Cserénél az izzót mindig a foglalatánál fogjuk meg, mert az üveg részére kerülő zsír a keletkező hőtől elgőzölög és megvakítja a fényszóró tükrét. Most pedig vissza az autószalomba. A csomagtérben vannak a tartozékok és a szerszámok. Itt már a birtokbavétel előtti utolsó perceknél tartunk, és ezután már sajátunknak mondhatjuk a kocsit. A tapasztalt vezető jól tudja, hogy előzésnél vissza kell kapcsolni a harmadik sebességi fokozatba, hogy ezáltal a motor forgatónyomatékát teljes mértékben kihasználhassa. Így megrövidíthetjük az előzés időtartamát. A motor gyári minősége szükségtelenné teszi a kilométer teljesítménytől függő sebességkorlátozásokat és a bonyolult bejáratási előírásokat. Az első 1000 kilométer megtételénél csak fokozatosan jussunk el a teljes motor teljesítményig. Addig azonban soha ne adjunk teljes gázt, ne erőltessük alacsony fordulatnál a motort, és üres járatnál se hagyjunk hirtelen sok gázt. Ha egy hosszabb utat kocsisorban vagy oszlopban haladva kell megtennünk, ne tartsuk a lábunkat egyenletesen a gázpedálon. A szükséges sebesség elérése után engedjük a kocsit a szabadon futó segítségével gördülni, így kényelmes neki. Ha gyorsítással elértük a kellő sebességet, vegyük vissza a gázt annyira, hogy a sebesség ne csökkenjen. Ezzel hosszabb utakon üzemanyag megtakarítást érhetünk el. A gázpedálon érezhető a teljes terhelés kezdete, innen azonban már a zsebünkre megy a dolog. A műszerfalat van a fűtés szabályozó karja, ez a kar a felső állásban a friss levegő beáramlását szabályozza, előre tolva pedig a meleg levegőt. A középső kar az utastérbe áramló levegőt szabályozza, a baloldali kar pedig a szélvédőegre irányítja a meleg vagy a hideg levegőt. Mellette található a légfúvó billenő kapcsolója. Ezzel a kapcsolóval pedig a vészjelzőt hozzuk működésbe, veszélyhelyzetekben, defekt esetén mind a négy irányjelzőt egyszerre villogtatja. A hátsó ajtókon biztosító zár van, amely az ajtó belülről való kinyitását megakadályozza. A kart lefelé tolva kapcsolhatjuk be ezt a biztonsági zárat. A csomagtér ajtaját felnyitva az ütközésig ne engedjük el. Megnagyobbíthatjuk a kocsi rakóraterét, a hátsó ülések és a háttámlák rögzítését kioldva, mindkettőt viszintes helyzetbe hozzuk. Hier kann ich dann voll beladen. A hátsó közpadló alatt van a pótkerék, és van hely még egyéb tartozékok számára is. Thank you.
Ne feledkezzünk meg a díjmentes garanciális átvizsgálásokról, majd a 10.000 kilométerenként, vagy évente egyszer, amint azt a kezelési utasítás is tartalmazza. Minden kezdet nehéz. Először saját magunk, majd később kritikus közönség előtt. Adjuk meg az alkalmat, és hívjuk fel a figyelmet néhány tipikus hibára, melyet a kezdők követnek el. Ne hagyjuk hosszabb úton kihúzva a szivatót. A szivató tartós használata túldúsítja a keveréket. A következő szabályt tartsuk be. A motor beindulása után félig, és ha már a motor a teljes gázadást is elbírja, egészen nyomjuk vissza a szivató gombot. Ne felejtsük el, hogy a kocsinak szabadon futója van. Éppen ezért nem szükséges, hogy a tengelykapcsolót idő előtt működtessük. Csak közvetlenül a megállás előtt nyomjuk be a tengelykapcsoló pedált, valamint természetesen induláskor, amikor az első sebességbe kapcsolunk. Ne idegeskedjünk, és ne akarjunk a második sebességfokozatból indulni. Vigasztalódjunk meg azzal a gondolattal, hogy a mögöttünk lévők is voltak kezdők valamikor. Mindegyik sebességfokozatban húzassuk ki jól a kocsit. 60 kilométeres sebességnél még korai a negyedik sebességbe kapcsolni. Nem az a fontos, hogy a kocsi így is megy, hanem hogy a felkapcsolás előtt mindig jól kihúzassuk. Ilyen kanyaroknál vissza kell kapcsolni kettesbe. Ezek a hibák a gyújtógyertyák elpiszkolódásához vezetnek. Ilyenkor feltétlenül tisztítsuk meg, vagy cseréljük ki azokat. Meg lehet szokni az egyszerű kapcsolást, és ekkor már érzékeljük is a mindenkor helyes fordulatszámtartományt. A Wartburgot könnyű vezetni. Még egyszer tehát. A túlságosan alacsony motorfordulatszám idő előtti kopást eredményez. Azon felül magas üzemanyagfogyasztást és fokozott a mérgező kipufogógázt. Így helyes. Ezt a motor hosszú élettartammal hálálja meg. Meredek lejtőn zárjuk a szabadonfutót annak kapcsoló karjával, miközben kissé gázt adunk. Hosszabb lejtőn haladva időnként adjunk egy kis gázt, hogy a motor megfelelő kenése biztosítva legyen. A szabadonfutót úgy oldjuk, hogy levesszük a gázt és visszahúzzuk a kart. Egyszerűbb már nem is lehetne. A Wartburgot könnyű vezetni. Ezt bátran megállapíthatjuk. Az ember kezdő vezetőként is rövid idő után már otthonosan érzi magát a kocsiban. Tartsuk be az 1:50 keverési arány tankolásnál. Így megelőzhetjük a gyújtógyertyák elolajosodását, gazdaságosabban autózhatunk és kevésbé szennyezzük a levegőt. Egy másik jó tanács, amely nem kevésbé fontos. Nincs jobb ápolószer egy új kocsi fényezéséhez, mint a tiszta, hideg víz, mindenféle adalék nélkül.
Minden szeretet és dédelgetés mellett, amivel érthető módon körülvesszük az új kocsit, jól jegyezzük meg. A fényezés csak 3 hónap múlva keményedik meg annyira, hogy akkor már kocsimosó szereket és fényezésápoló kényszítményeket is használhatunk. A Wartburg 5 fokozatú ablaktörlő és mosóberendezéssel van ellátva. Ennek esőben és nedves utakon nagy hasznát vesszük. Nagy előnye még e kocsinak az első kerék meghajtás. Kis gázolással könnyen kihúzhatjuk bármely kanyarból. A sebességet csökkenteni kell, míg a kanyar előtt fékezve lassítjuk le a kocsit. Aránylag ritkán fordul elő, hogy gumidefektet kapunk, és olyankor rendszerint van a közelben segítség. De feltétlenül hasznos, ha tudunk ilyenkor magunkon segíteni. Nézzük csak, így kell ezt csinálni. Célszerű egy kerékcserét otthon, nyugodt körülmények között elvégezni. Sok mindent szállíthat, de természetesen csak akkor, ha helyesen rakodunk. Utánfutót azonban csak 3000 km megtétele után szabad vontatni. Ésszel, mint mindig, itt is többre megyünk. Tetőt 50 kilóponttal, a dolótetős kivitelnél 40 kilóponttal terhelhetjük meg. Használjuk ki a kocsi teljes rakodó felületét. A nehéz tárgyakat, csomagokat a hátsó tengely vonalától előre helyezzük el. Eközben vigyázzunk arra, hogy ne lépjük túl az előírt tengelynyomásokat. Mindazt, amit most bemutattunk, megszívleli, és az üzemi előírásokat betartja, sok örömét leli majd Wartburg kocsijában. Mi, akik az Eisenachi autógyárban ezeket a kocsikat készítjük, a vevők elégedettségét kívánjuk elérni. A kocsikat ezért olyan kemény próbáknak vetjük alá, amilyen körülmények a gyakorlati életben már nem is fordulhatnak elő. Ezt a filmet kedves vevőinknek készítettük, hogy gépkocsink hasznos tulajdonságait megismerhessék és kihasználhassák. Ön a Wartburg mellett döntött. Mi pedig jó utat kívánunk!